Tavaly a miskolciak búcsúztatták a cápákat a kupától, így a továbbjutás kiharcolása mellett a visszavágás vágya is motiválta a házigazdát. Ehhez képest a vendégek kezdtek jobban, az első negyedet 3 ponttal nyerte a MEAFC. A második 10 perc végére egyenlített a Nyíregyháza, de a vendégek tartották magukat, így az utolsó negyednek 3 pontos hazai hátránynál vágtak neki a csapatok. A záró játék részben aztán magasabb sebességi fokozatba kapcsolt Siska János együttese, és végül 11 pontos győzelemmel lépett a következő fordulóba az idei szezonban még hibátlan Nyíregyháza. Úgy látszik most már tendencia, hogy 60 pontot kapunk hazai pályán, tehát ha itt rúnyen, akkor így nyerünk. Igazából az volt a probléma, hogy a center rotációnk nem úgy alakult, hogy kellett volna, hiszen a Cinger Zoli lesérült, és egyedül Geri volt, Tóth Geri volt egy center poszton, illetve Mokánszki Mátét kellett berakni center posztra, de neki még a kondíciója nincsen állapotban. Ez látszott is a mérkőzésen, hogy palánk alatt nem tudtunk hogy olyan agresszívenben játszani. Itt váltogattuk a védekezésünket, mennyit úgy látszik, hogy a zóna védekezésünk most működik, azzal tudtunk őket felülrölni, illetve a vége felé tudtunk gyors kosarakat dobni, és így tudtunk nyerni. Mi Szobi Dániel elmondta, tudták, hogy nem számíthatnak könnyű mérkőzésre a miskolciak ellen. Bennünk volt a tavalyi kupavereség, tudtuk, hogy valamilyen szinten mumusunk ez a csapat, nem szokott általában könnyű meccs lenni ellenük, és ez se lett az. De hát egy igazi kupameccs volt, hátrányból felállva, a végén szoros végjátékba, de szerencsére behúztuk. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Tudtuk azt, hogy a Nyíregyháza egy nagyon jól rendezett, illetve nagyon jó játékosból álló csapat. Nekünk összességében nyilván a bajnokságban szeretnénk ugye előrelépni egy picit, úgyhogy védekezés sem volt hangsúly ezen a héten. Úgy érzem, hogy védekezésben sikerült előrelépnünk. Az, hogy 70 ponton tartottuk a Nyíregyházát, az szerintem nagyon fontos volt. Támadásban nyilván kell még fejlődnünk, ott még nem tartunk, hogy egy ilyen szintű Nyíregyházával tudjuk versenyezni. A kékcápák legközelebb kedden lépnek pályára, akkor a bajnokság 5. fordulójában a budapesti Honvéd érkezik a Continental Arénába.